Közösség. Közösség. Nekem a legnagyobb élményem az volt annó, ahogy egy közösségbe mozdultunk egyszerre nagyon sokan. Nagyon sokat találkoztunk, nagyon sokat voltunk együtt. Itt voltunk a hatos miséken, itt voltunk a hittanórákon, ezernyi helyen voltunk együtt, és nagyon sokat beszélgettünk. Volt olyan, hogy az utca sarkon este 10-ig egy-egy vezetői alkalom után, vagy egy-egy Szent Mise után beszélgettünk. Egy elképesztő jó közösség volt annó. Nekem ez zúliget. Sokszor gondolkoztam azon, hogy ez egy kicsit ilyen második otthonom. Hát az igazság, hogy én se tudok ehhez sokkal többet hozzátenni, mert nekem is ez az Úrigetről így az Úrigbe a templom sziluettjén túl. Nekem egy picit más volt a helyzetem, mert én úgy fizikailag kevesebbet voltam az Úrigetben ebben a fiatalabb aktív éveimben, tehát nekem inkább az utóélete az, ami most így eszembe jut még róla nagyon, és ez a cserkész időben gyökerezett a mostani hittanos közösségünk, meg hát tulajdonképpen a családom is, tekintve, hogy a feleségemet is itt ismertem meg Zúrigetben. Én 1993 őszén kezdtem el cserkészkedni, akkor már a Kullancsörs egy éve működött, és nem tudom pontosan, hogy kerültem ide, de azt tudom, hogy a szüleim hoztak a toborzáson, és akkor mondták, hogy majd oda menjél. És hát a 94-es bári cserkésztábor volt az első, ahol ott voltam, és én nagyon egyből nagyon megszerettem ezt az egész hangulatot és tevékenységet, ami így a cserkészethez kapcsolódott. Bár azért sok olyan része is volt, amit úgy később újra kellett gondolni. Tehát lassan jöttünk bele, hogy tényleg milyen rétegei vannak ennek a cserkész életnek. És arra emlékszem például, kicsit elkalandozom, ha nem baj, de volt egy őrzsdülés, ahol egy kunyhót kellett volna építenünk az erdőben itt a kőfejtőnél a Jánoshegyen, és akkor csapat otthonból még az őrsvezetőnk a Nagy Balázs hozott is szerszámokat, meg ilyesmi. Kicsit magunkra hagyott, és ugye az első dolog az volt, hogy kivágtunk élő fákat hozzá, mert az, hogy eléggé. Na, tehát úgy leírta azt az őrzsgyűlést, ez az egész esemény, tehát nem sikerült jól. És ez egy idő volt, ennyi, hogy rájöttünk, hogy tényleg az, hogy cserkész hogy van jelen a természetben, meg hogy intézi ott a tevékenységeit, az egy más minőség. Én az a generáció vagyok, aki még tanult oroszt az általános iskolába, és én voltam az utolsó évfolyam, akit úttörővé avattak. És 12 éves voltam, amikor a szüleim kicsit hezitálva, ugye környéken laktunk, kicsit hezitáltak, hogy melyik templomhoz csatlakozzunk, amikor ide költöztünk. A Pasaréti tér és a Zuglióti templom között ment a vacilálás, és meghallották, hogy Zugligetben indul a cserkészet, toborzás lesz, és persze senki nem tudta, hogy ez pontosan mi. Annyit tudtunk, hogy ez nem olyan, mint az úttörőség, és hogy jó lesz. És akkor úgy döntöttek, hogy na jó, akkor ez nekünk tetszik, és elhoztak ide minket. 12 évesen már mi is azért felfogtuk, hogy ez egy baromi jó dolog lesz. Az első cserkésztáborban ez egy kicsit változott az a kép, amikor irgalmatlan szutyokba és esőbe kellett fölverni a sátrat. Erről nem volt szó az elején a marketing anyagokban, de jól éreztük magunkat. Jól éreztük magunkat nagyon, és engem abszolút megfogott rögtön az első pillanattól a történet. A legemlékezetesebb pillanat, érdekes módon, az a pillanat volt, amikor egyszer kisütött a nap. És ezt hogy magyarázzam egy kicsit meg? 98-ban úgy vettem át a csapat vezetését, hogy Súrján Laci után egy nagyon jó közösség részeként kezdtük el vezetni a csapatot, de valójában a tábor szervezés az mégiscsak az én vállamat nyomta, és 98-ban a Szentgyörgyi tábor volt az az első olyan tábor,
ahol a gyakorlatilag a tábor elejétől egyfolytában esett az eső. Olyan orbitális szívás volt az egész, hogy nagyon, nagyon mély víz volt nekem első táborként. És Gyuri atya, aki akkor jött a plébániára, ő jött le hozzánk Szentgyörgyvölgyre misét tartani, és katasztrofális állapotok uralkodtak már a táborban, nagyon, nagyon mélyen volt a lelkesedés, de amikor lejött, és elkezdődött a Szent Mise, akkor kisütött a nap. És ez nekem annyira nagy élmény volt anno, hogy ez azóta is megvan ez a pillanat. De persze nyilván ennél sokkal-sokkal több élmény, meg egy csomó minden izgalmas dolog történt, de ha egy pillanatot kell mondani, akkor ez erős. Hát én ott kezdem a történetet, hogy amikor én cserkészkedtem, mi alapvetően ameddig csak lehetett kint voltunk a hegyoldalban, és ott tartották nekünk a szőrstűlést, ennek az volt az oka, hogy akkor még nem nagyon volt itt csapat otthon, valami nyomdának volt a raktára, vagy mit volt, egy futószalla kifelé. Ez nem nyomda volt, ez a Hungaroton lemez kiadó vállalatnak volt a akkor az, gyára meg akkor raktára. Úgy kellett bekéreckedni a Máltának az épületébe, hogy lehet-e esetleg ott őrstülést tartani, és ezt nagyon utálta a Balázs, és ezért ameddig csak lehetett kint tartott minket. Tehát ahhoz képest ég és föld. Amikor én tartottam már ősgyűléseket, illetve én voltam csapatpanasnok, akkor már nagyjából ilyesmi volt. A nagy teremnek a hátsó íves lefalazása volt egy hatalmas előrelépés, hogy át lehet menni úgy, hogy nem zavarod meg közben a benti programot. Én még jártam úgy Zugligetbe, hogy itt semmi nem volt, csak ennek a Hungarotonnak a raktára. És lépésről lépésre láttam, ahogy ez alakul ki, sőt, hát aktívan részt is vettünk, elég sokat dolgoztunk azon, hogy ez így nézzen ki közösen. Tehát ezek a festések, a rover szobának a szürkesége meg hasonlók, ami most nem tudom pontosan, hogy van, már régen voltam arra, de hogy ezeket anno mi alakítottuk ki és festettük két kezünkkel, úgyhogy sok minden kapcsolódik ide. Én azt gondolom, hogy az utóbbi időben elképesztő sok változást azért én nem látok, úgyhogy itt lenne az ideje, hogy frissítsétek egy kicsit a dolgokat. Két dolgot, ami most eszembe jut, nem nagyon gondoltam át ezt a kérdést, de két dolgot mindenképpen. Az egyik, hogy ne veszítsétek el kapcsolatot a természettel. Amit a Géza mondott, hogy kint tartottuk az őrzsgyűléseket az erdőbe, amik csak lehet, ez szerintem elképesztő nagy érték. Olyan dolgot lehet ott megtapasztalni, amit sehol máshol se, hogy máshogy. Ez baromi fontosnak tartom. A másik meg a közösség. Ne veszítsétek el egymást. Ne veszítsétek el a kapcsolatot egymással, és ez személyes kapcsolat kell, hogy legyen. Építsétek és vigyázzatok a kapcsolatotokra. Nekünk hihetetlen nagy érték, így 40 felé, na jó, 40-en túl, hogy azok a kapcsolatok, amik akkor születtek, azok most is megvannak. És együtt megyünk nyáron nyaralni azokkal az emberekkel, akiket akkor ismertünk meg. Némelyik a házastárs is lett itt-ott, de megmaradtak ezek a kapcsolatok, és nagyon-nagyon megtartó erejűek. Így az életközepi válságunk meg hasonló csacskaságaink közepette is. Annyiból máshová tenném a hangsúlyt, hogy azt látom, hogy a 90-es évekhez képest a mostani fiataloknak sokkal nehezebb dolga van abból a szempontból, hogy egy óriási nagy zajban vannak. Mindenhonnan nagyon jó dolgokra mondhatnak igen, mindenhonnan ez jön. És nehéz jó dologra nemet mondani, mert ezek tényleg jó dolgok, a külön óra, a nem tudom, nyaralás, a mindenféle. De én azt látom, hogy valahol erre kéne ráfókuszálni, és ez egy olyan kihívás, amivel nekem sokkal kevésbé kellett, meg talán neked is sokkal kevésbé kellett megküzdeni. Mi örültünk, hogy kapunk valamit a mostani és a jövőben talán még inkább idejövő fiataloknak pedig szelektálni kell, és döntést hozni, hogy minél több szállal egymáshoz kapcsolódnak, vagy egy-egy szállal sok irányba,
Mert akkor az az egy-két szál, ami ide köti az embert, az nagyon könnyen el tud szakadni. És én látom azt, hogy ez mennyire nagy érték, amit így elveszít az ember. Úgyhogy én elbíztatok minden fiatalt, hogy bölcsen, szülőkkel átbeszélve, barátokkal megbeszélve tudjon nemet mondani jó dolgokra is, és az Új Ligetbe pedig egy picit több gyökeret ereszteni.